Hölgyeim és uraim, tisztelettel köszöntök mindenkit ma este itt a Csodák palotájában, és azokat is, akik a Galileo Webcast jóvoltából az interneten követnek minket, vagy az archívumban nézik majd vissza a Wigner Café 8. adását. Nagy-nagy tisztelettel köszöntöm Veres Gábort, a Wigner Fizikai Kutatóközpont plazmafizikai osztályának vezetőjét, és mielőtt fejest ugrunk a fúziós energiatermelésbe, mi itt a Csopában szeretjük megismerni a vendégünket. Gábor, miként lettél fizikus, és miért pont fúzióval foglalkozó fizikus? Köszönöm a kérdést, köszöntöm a tisztelt hallgatóságot. Azt kell mondanom, hogy furcsa hangzik, de én teljesen véletlenül lettem fizikus. Én teljesen másik pályára készültem, és úgy alakult, hogy fizikus lettem. Ugye a másik kérdést is megelőlegezem, teljesen véletlen, hogy fúzióval kezdtem el foglalkozni, de így alakult, hát az élet hozni a meglepetéseket, mindjárt elmesélem, miről van szó. Na most ugye nagyon-nagyon régen, amikor én általános iskolába jártam, hát az, hogy a matematika úgy jól megy, azt ugye hamar felismerték, és akkor talán én magam is, nem tudom, és tehát az, hogy természettudományos pályára fogok készülni, ez nagyon korán világos lett. Nagyon sokáig geológus akartam lenni, az alsó tagozatban még, akkor a felső tagozatban megcsapott a csillagászat szele, ami hát már értem én, hogy a fúziót ugye benézett az ablakon, de én csillagásznak akartam készülni. És akkor itt a fiatalokhoz hasonlóan ilyen előadásokra jártam én is, annak idején volt még egy reklámhelye, olyan, hogy a József Attila Szabad Egyetem, talán idősebbek emlékeznek rá, és ott látogattam a csillagászati előadásokat. Az egyik nagyon kedves előadótól bátorkodtam megkérdezni, hogy ha én csillagász szeretnék lenni, akkor hová kell menjek, milyen egyetemre, mit kell tanulni, és akkor mondta, hogy hát igazából ilyen szak nincsen Magyarországon, tehát önállóan nem vehető fel, de hát úgy menjek el a természettudományi karra, hát ha lehet fizikusnak, onnan talán viszonylag egyszerűbb úgy átmenni csillagásznak. És akkor én ezért felvételiztem az egyetemre, a fizikus szakra, és fel akartam venni a csillagász szakot, de hát milyen az élet, ott jöttem rá, hogy a fizika jobban érdekel, mint a csillagászat, valahogy hát kicsit más azért az a tudomány, és akkor így egyszerűen megragadtam fizikusnak. Ugye a fúzió pedig onnan jött, hogy éreztem, hogy kicsit az egyetem mellett valamit még szeretnék csinálni, most is van olyan, hogy tudományos diákköri ugye munka, és akkor teljesen véletlenül ki fognak nevetni, én tokamakhoz akartam kerülni, de véletlenül a ciklotronnál kötöttem ki, és akkor rájöttem, hogy hát ez a ciklotron, ez sem rossz dolog, ott úgyis mennek körbe ugye a töltött részecskék, és akkor végül is átmentem egy másik területre, akkor ott teljesen véletlenszerűen leültettek mellém két akkori kutatót ott, hogy na melyikkel szeretnék dolgozni. Az egyik lézerekkel foglalkozott, a másik pedig fúzióval, és teljesen véletlenszerűen a fúziós emberre mutattam, hogy én azzal szeretnék foglalkozni valamilyen sugallat folytán, és hát azóta ez még, az évszámot nem mondom, amikor másodéves voltam annak a vége felé, és én azóta foglalkozom fúzióval, tehát gyakorlatilag úgymond, hát nem nagyon foglalkoztam mással. Ha valaki követte a hazai sajtót, azt láthatta, hogy az elmúlt másfél hétben szinte a vízcsapból is a fúzió folyt. Egyrészt az Indexen volt egy sorozat, vagy talán még további része is lesznek. Másrészt lehetett alól sajtóhíreket olvasni, hogy most zajlik Budapesten egy nagy fúziós konferencia. És ami talán még inkább megdöbbentőbb, Magyarosi Csaba YouTube csatornáján nagyjából egy hete megjelent egy videó, ő ellátogatott az ITER-be, és gondolom erről majd hallunk a mai előadásban is. És többek között Gábor az egyik szakértő, aki megszólal ebben a YouTube videóban, és hát 142 000 megtekintésnél jár most ez a videó. Mit jelent ez a szám egy fúziós kutató szempontjából? Hát, talán ott kezdeném, hogy én nem akarok belemenni a filozófiai kérdésekbe, de ugye a véletlen meg a nem véletlen kérdés ez nagyon érdekes. Most úgy tűnik, mintha ott egy ilyen szervezett dolog lenne, hogy a konferenciával kapcsolatban egy ilyen sajtókampányt nyitottunk, de valójában látszólag teljesen véletlen a dolog. Ugye Csabával már régóta próbáltuk összehozni ezt a videót. Az, hogy most van ez a fúziós konferencia, ez mondjuk 2 éve ismert, aminek én vagyok az elnöke, én szerveztem. És nagyon, hát véletlenszerűen nagyon jól jött ki, hogy erre a hétre időzítődött ez az Index kampány is, meg a Csabának a videója. Én azt gondolom, hogy
azért lett talán ilyen népszerű ez a videóadás, mert Csaba egy hihetetlenül profi, ugye, játékos ezen a pályán, és ez a téma is nagyon érdekes. Tehát ez egy szerencsés találkozása az emberek számára kicsit fiktív, kicsit olyan egzotikus témának, és az ő professzionalizmusának. Szerintem ezért volt ilyen sok látogató. És akkor ne is húzzuk tovább az időt, jöjjön a fúziós energiatermeléses előadás. Veres Gábor következik. Köszönöm szépen. Én üve maradok, jó? Talán már ebből a kis bevezetőből is kiderült, hogy hát én egy ilyen polémikus ember vagyok. Tehát egyik oldalról, másik oldalról nézzük a dolgokat. Nem véletlen adtam ilyen talán provokatív címet, hogy Zsákutca vagy Szent Grál. Nem fogjuk ezt majd eldönteni, csak kicsit körbeleljük ezt a kérdést. Ez egyik kedvenc egyébként előadás fóliám. Ez nem más, mint egy pénzérme, aminek a két oldala van lefényképezve. És azt szoktam mondani, hogy hát ha már egy ilyen egyszerű rendszer, mint egy pénznek is két oldala van, hát akkor egy ilyen komplex dolognak, mint hogy fúziós energiatermelés, hát hány oldala lehet? Hány különböző szemszögből lehet elátkozni, vagy Szent Grálnak tekinteni? Ez csak egy ilyen kis illusztráció erre a polémikus hozzáállásra, ami egyébként, tehát kutatóként szerintem alapvetőnek kell, hogy legyen mindenkiben. Ugye a tanmese ott szokott kezdődni, hogy az energiát szeretnénk átalakítani, ugye nem termeljük az energiát a semmiből, hanem átalakítjuk, és milyen forrásai lehetnek az energiának a Földön? Hát nagyon szeretjük mostanában a megújuló energiákat, napenergia, szél, víz, a nem megújulókat, mint a szén, a gáz, az olaj, a szükséges rossznak tekintjük. Na vajon miért? Hát a megújulókat szeretjük, mert elvileg mindenkinek van. Hát a szél mindenhol fúj, a nap mindenhol süt. Igaz, hogy nem mindenhol fúj annyit a szél, és nem mindenhol süt annyit a nap, de hát úgy körülbelül olyan fair eloszlása van ugye a Földön ennek. Hát kicsit elszomorító, hogy az eloszlás olyannyira mindenkinek jut, hogy túlságosan egyenletes. Tehát hatalmas területeket kell ahhoz bevonni az energiatermelésbe vagy átalakításba, hogy értelmezhető elektromos áramot lehessen belőle nyerni, ami a háztartások szükségletét ki tudja elégíteni. De a másik probléma, hogy azért a szél mégsem fúj örökké, a folyóknak a vízhozama is ingadozik. Hát a napról ne is beszéljünk, ugye 24 óránként hát lemegy, ugye, adott esetben, tehát nem mindig süt a nap. Most a nem megújulókkal pedig ugye az az egyik legnagyobb probléma, hogy hát nincs mindenkinek. Ezt talán nem kell különösebben hangsúlyozni, hogy nekünk mennyi jutott a nem megújuló energiákból itt Magyarországon, viszonylag szerényen jutott nekünk. Az a másik probléma velük, hogy elfogynak előbb-utóbb, hát úgy tűnik, hogy talán előbb, mint utóbb. És hát a környezeti terhelés, ne felejtsük el, hogy a nem megújuló források használata milyen környezeti károkat okoz. Hát mit szeretnénk? Milyen legyen egy úgymond ideális energiaforrás? Hát itt most egy felsorolás következik, nem feltétlenül fontossági sorrendben, tehát mondjuk azt, hogy talán nem véletlen, hogy belőle milyen sorrendben jöttek ki. Jó? Mondjuk azt. Szerintem rendkívül fontos, hogy legyen mindenkinek. Ne csak a közel-keleti országoknak, meg ne csak a... Ne részletezzük. Legyen mindenkinek. Minden ország szabadon hozzáférhessen az energiaforráshoz. Nagyon fontos. Ne terhelje a környezetet. Talán nem kell hangsúlyozni, hogy a környezet terhelés az milyen problémákat vet fel. Legyen kompakt. Ez alatt azt értem, hogy ne kelljen több négyzetkilométernyi erdőt kirtani ahhoz, hogy napelemek legyenek a helyén, vagy biofű, azért, hogy azt elégethessük, amiből aztán olyan energiát tudunk előállítani, amely aztán azt a szén-dioxidot újra visszakondenzálja, hogy ne fulladjunk meg a szén-dioxidban. Tehát legyen kis területen koncentrálható, ne a fél országot borítsa be, legyen kompakt, pontos. Mindig álljon rendelkezésre, reggel, délben, este. Ugye az nem fog menni, itt a filmben is megemlítettem, hogy hát az nem megy, hogyha fúj a szél, megy a hűtőszekrény, ha nem fúj, nem megy. Ugye? Legyen biztonságos. Azt hiszem, ezt nem kell hangsúlyozni. Elsőrendű követelmény ez is, hogy ez a baleset mindig történik, tisztázzuk, ugye? Tehát olyan nincs, hogy valamilyen technológia az 1000%-ban balesetmentes. Tehát ilyen nincsen. Tehát balesetek történnek, az a kérdés, a baleseteknek a súlyossága milyen. Tehát itt a biztonságot azt érzem, ritkán történjenek balesetek, és azok súlyossága legyen
alacsony, nagyon alacsony. Soká fogyjon el, hát ez is egy, nem egy utolsó szempont, hogy ne, hogy az ipari forradalom mondjuk 200 éves, és akkor ott tartunk, hogy a szénkészletek ugye nem igazán kezdenek kimerülni, de azért már látjuk a végét, hogy hol fog elfogyni. Az olaj kitermelése az ennél is rövidebb távra tekint vissza, és az olajkészletek előbb-utóbb tényleg már a fiataloknak a életében mindenképpen egy jelentősen megcsapanó energiaforrás lesz. Legyen olcsó. Ez a legrelatívabb az összes közül. Persze mindenki szeretne olcsó lenni, hát mit jelent az olcsó? Kinek mit jelent az olcsó? Ugye ha valamiből nagyon kevés van, akkor persze egy nagyon magas ár is igazából olcsónak tekinthető. De mindesetre azt gondolom, hogy az olcsóság vagy a drágaság mégiscsak egy fontos szempont az emberek számára, meg mindenki számára. Na és hát akkor a fúzió, hát mi a fúzió ezek után? Hát a fúzió működik, ezt mindenkit megnyugtatok, a fúzió működik. Ott a tökéletes példa, napban megy a magfúzió. Ugye van egy a közvélekedés itt az én szakmámban, hogy ugye a mérnökök feladata megvalósítani a fizikusoknak az álmait, hát akkor tessék, adott esetben ugye fizikus rábökhet, hát tessék, ott van, hát csináld meg itt, aztán akkor annyi mérnöki feladat. Hát ez persze nem teljesen így van, majd mindjárt látni fogjuk, hogy a nap igazából teljesen másképp működik, mint amit itt a Földön meg szeretnénk valósítani. Mi a fúziónak az alapja? Ugye a fúzió azt jelenti, hogy egyesülés. De ez nem pont az a fúzió, mint ami a reklámban megy, hogy nem tudom melyik teagyártól, akkor nem akarom elmondani. Egyébként, jó, oké. Tehát az atommagok fúziójáról beszélünk. Ugye ez a dolog úgy működik, hogy ha nagyon közel kerülnek egymáshoz az atommagot alkotó részecskék, protonok, neutronok, akkor összeragadnak. Viszont a protonoknak azonos töltésük van, mindegyiknek pozitív a töltése, ezért ők taszítják egymást. Ezt talán már általános iskolában is ugye megtanítják. Azonos előjelű töltések taszítják egymást. Hát az atommagban az erők azok másképp működnek, ott ettől az elektromos töltéstől függetlenül a részecskék szeretik egymást, de csak akkor, ha nagyon közel kerülnek egymáshoz. Egészségére. Itt eszembe jutott egy olyan hasonlat, ugye, hogy amikor próbálunk egybetartani egy ilyen nagyobb tömeget, és akkor mindenki megfogja a szomszédját, azt ugyan jó erősen tudja szorítani a szomszédot, a távoli szomszédokat már nem tudja erősen fogni, tehát valahogy így működnek a magerők is. Ha van egy olyan atommag, ami nagyon sok részecske van, akkor ott a kapcsolat persze elég laza, hiszen mondom, csak a közeli részek, résztvevők tudják fogni egymást, utálkozni tudnak a távolabbiakkal is, ugye, arcokat vágni, tehát a taszítás az egy hosszú hatótávolságú. Az egy hosszú hatótávolságú erő, a vonzás az sajnos közeli, az fogni kell a kezét. És érdekes módon itt a magfizikában ez úgy működik, hogy ha kevés részecske van, és ők nagyon erősen fogják egymást, ez energetikailag kedvezőbb, mint a sok részecske van, és néhányan utálják benne ebben a társaságban egymást. Hát azt mondjuk a társadalom is így működik valahol, de most maradjunk a magfizikánál. Tehát energetikailag kedvezőbb, hogyha kevés részecske közel van egymáshoz. És azért lényeges, mert a fúzióban energetikailag legkedvezőbb állapotot akarjuk elérni, amikor viszont a kevés részecske nagyon erős kölcsönhatásban van egymással, és ez egy nagyon mélyen kötött állapot. A nukleáris energiatermelésnek ugye a másik ága, ahol hasítják az atommagot, ez a jobb oldali ábra, ahol ugye nagyon sok részecske van a magban, itt viszonylag laza már ugye az egész magra vonatkoztatva a kötés. Ez akkor kedvezőbb ez az állapot, hogyha ezt az atommagot elhasítjuk. Mert akkor az erős fogás a szomszédok között jobban érvényesül, mint az utálkozás a távoli szomszédokkal. Ez egy viszonylag tudományos ábra, de igazából itt elég annyit megjegyezni. Azt mindenki tudja, hogy ha van egy gödör, akkor a gödör alján gyűlnek össze a golyók, hogyha itt a golyókat indítunk el a végén. Hát itt a vízszintes tengelyen van az a szám, hogy hány részecske van az atommagban. Az látszik, hogyha nagyon sok részecske van benne, akkor a gödörnek a feneke erre van, tehát a kevesebb részecskéjű atommagok
felé, ha pedig itt a néhány részecskét tartom az atommagoknál vagyunk, akkor a gödör alja erre van a töltetlenségnek, minimum van itt a vas környékén. Amit mi ki akarunk használni, az ez az átmeneti. Ez egy ilyen hatalmas energiafelszabadulás egyébként, hogy a hidrogénből kiindulva hélium atommagot állítsunk elő, és akkor ez a hatalmas energiakülönbség itt, ez felszabadul. Most még egy dolog látszik ezen az ábrán, hogy a hagyományos nukleáris erőművekben, ahol hasítják az atommagot, ugye kisebb energia tud felszabadulni, hiszen itt van a magnak az energiája, és ami fel tud szabadulni, ha a gödörbe megyek, az csak ez a kicsi. Most persze, amikor ez a mag elhasad, körülbelül itt lesz, ide fog hasadni, körülbelül két egyenlő részre hasad, tehát 100 környékére. Tehát ami felszabadul energia ennyi a hagyományos fissziós erőművekben, a magfúzióban pedig ilyen sokkal nagyobb az energia. Most ez, aki emlékszik a történelemből, ugye ez a maghasadás valósítják meg a hagyományos atombombában. Nem véletlen, hogy az atombombát az lényegesen előbb létre tudták hozni, mint a hidrogénbombát, viszont a legnagyobb hidrogénbombának lényegesen nagyobb volt a pusztító ereje, mint a legnagyobb hasadásos bombának. Hát ennek ilyen magfizikai okai vannak. Még egy másik ilyen dolog, ami ugye erről az eszembe jut, hogy igazából a maghasadás az egy olyan dolog, ami megy magától. Tehát viszonylag egyszerű feltételek vannak, hogy mit kell összelapátolni egy kupacba, és akkor a hasadás igazából megy magától. Most a fúzió persze nem ilyen, tehát borzasztóan nehéz létrehozni azt a feltétel rendszert, hogy a rendszer innentől ide átkerüljön. Ez azért, az a biztonság szempontjából ennek kulcsfontosságú jelentősége van, ugyanis ezeknél az erőműveknél arról kell gondoskodni, hogy mesterségesen leállítsam a folyamatot, mert hiszen megy magától. Itt viszont pont arról van szó, hogy sajnos ez leáll magától, fenntartani borzasztóan nehéz. Tehát egyszerűen a biztonsága a fúziós erőműveknek, ha egyszer lesznek, ugye, az olyan, hogy a erőmű üzemeléséhez borzasztó sok befektetett, hát energia, tudás, tehát a körülmények fenntartása nagyon-nagyon nehéz, és ha bármi gigszer becsúszik, az azonnal leáll. Tehát egyszerűen nincs olyan probléma, hogy itt valami megszaladásos jellegű ugye baleset történhetne. Igen, ám mint említettem, az utálkozás az ugye hosszú hatótávolságú, és azt leküzdeni nem olyan nehéz, nem olyan könnyű. Ugye nagyon közel kell kerülni ahhoz, ez is egy ilyen sematikus ábra, hogy itt van egy részecske, itt a másik, amelyekkel fúzionálni szeretnének egymással, de ahhoz, hogy fúzionáljanak, ahhoz át kell mászni itt az utálkozásnak a hegyén, ahhoz, hogy ide beeshessen a lukba. Itt direkt az önök számára kerestem ki ezt a remek képet az internetről, ugye golfozni szeretnénk, hát igen ám, de mi lenne, hogyha ez a golf luxi, ez nem itt lenne a sikar, hanem itt fönn a hegyen, és akkor borzasztó nehéz lenne ugye a lukba betalálni. Szóval minden alkalommal egészen pontosan az irányt el kell találni, az energiát, hogy beessen a golyó a lukba. Tehát a fúzió az tényleg egy nagyon-nagyon nehéz dolog, egészen precízen kell ezt a részecskét mozgatni, vagy precízen kell mozgatni, vagy nagyon sokszor kell próbálkozni. Ugye ez a két eset van, amit ténylegesen meg lehet valósítani, ez a nagyon sok próbálkozás. Ugye egy nagyon forró gázt akarok létrehozni, amiben nagyon sokszor ütköznek a részecskék, és akkor egyszer-egyszer sikerül pont olyan sebességgel olyan irányba repülni, hogy az előző ábrán említett lukba pont beletaláljon az ütköző részecske, és akkor létrejön a fúzió. Hát ugye itt a golf analógiája az lenne, mint hogyha a játékosnak az lenne az optimális stratégiája, hogy 140 millió golyót véletlenszerűen ütöget a luk felé, és akkor néhány mégis be fog találni. De hát sajnos a fúzióban pont ez a cél, hogy nagyon-nagyon sok részecskét véletlenszerűen ott üssünk egymás fel, és akkor az egyik majd betalál. Most van egy nagyon érdekes dolog, hogy visszamegyek erre az ábrára, mert furcsa dolog, de energetikailag sokkal kedvezőbb a véletlenszerű pöszögetése a golflabdának, mint a célzott irányú. Most ezt tessék úgy elképzelni, mintha azt csinálnánk, hogy itt van a golfpálya, a tetején van a luk a hegyben, és ezt az egészet körbeveszünk egy ilyen rugalmas fallal. Tehát a golfozó nem csinál más, mint egyszerűen fog egy labdát, véletlenszerűen valamelyik irányba elüti, az össze-vissza pattog ugye ezen a rugalmas falon, és akkor el tudja mindenki kérdezni, előbb-utóbb belemegy a lukba. Igaz? Tehát
Ez borzasztó kedvező energetikailag. Nem kell gondolkozni, hogy a golfozónak merre lukja, csak egyszer üt egyet a labdán, és akkor az szépen bemegy a lukba. Ugye itt is energetikailag az a kedvező, hogyha a fúziós folyamat egy ilyen nagyon forró gázban, ahol össze-vissza kavarognak a részecskék, nagyon sokszor találkoznak, és akkor időnként létrejön ez a fúziós esemény. Hát itt szerepel egy eléggé ijesztő szám, ahhoz, hogy ez a fúziós esemény értelmezhető mennyiségben létrejöjjön, hát 150 millió Celsius fokos hőmérsékletű gázra van szükségünk, hát ezen a hőmérsékleten a gázt úgy hívják, hogy plazma. Na most ezt a 150 millió fokot persze ne tessék úgy elképzelni, hogy fogok egy hőmérőt, és akkor beleállítom, és odáig megy a hőmérő higanyszála, hanem ez energia. Tehát ennyi, ez át lehetne számolni energiára, hogy milyen gyorsan futnak ott a részecskék, és akkor ebből jön ki egy ilyen hőmérséklet jellegű mennyiség. Igazából a tudományban ezt a 150 millió fokot így nem használjuk, ez így a fizikusok száz jelentéstelen, hanem energiáról szoktunk beszélni. De azt érzékelteti, hogy ezen a hőmérsékleten azért elég vad dolgok történhetnek már, ezért szoktuk azért ezt a számot megemlíteni. Hát ez a másik ilyen tudományos ábra, ebben az előadásban aztán ígérem nem lesz sok. Itt akkor most energiában van ez a tengely, körülbelül itt, ahol ez a piros görbének van a maximum, ez a 150 millió fok. Ugyanis fúziót nem csak a hidrogénnek többféle izotópja van, egész pontosan három. A hidrogén attól hidrogén, hogy egy proton van az atommagban, és attól vannak izotópjai, hogy a proton mellett vagy van valami, vagy nincs, vagy kettő van belőle a neutronból. Most a deutérium egy olyan állapot a hidrogénnek, amiben van egy neutron és egy proton, a tríciumban pedig egy proton van és két neutron. Ez a legkedvezőbb folyamat, ami számunkra a Földön megvalósítható lenne, ez jár a legnagyobb energiafelszabadulással és a legkisebb hőmérsékleti igénnyel. Vannak még más folyamatok, például ez, ahol két deutérium ütközik, ugye a deutérium egy ilyen hélium részecskével, ezek mind magasabb hőmérsékletet igényelnek. Most ugye pillanatnyilag gond van ezzel a 150 millió fokkal, hát ezek a zöld meg a kék folyamatok, hát ezek majd a jövőnek a... Ezek magfizikailag más tulajdonsággal bírnak, mindegyiknek más előnye, hátránya van. Jelenleg örülnék, hogyha ez az úgynevezett deutérium-trícium fúzió is megvalósulna. Hát nem árulok el zsákba macskát, a hidrogénbombában ez történik. Hát ezt a legegyszerűbb megcsinálni. Ugye beszéltünk arról, hogy 150 millió fok, hát mi történik az anyaggal ezen a hőmérsékleten? Ugye a tapasztalatunk, ez így nem igaz, tehát tapasztalatunk van mind a négy dologról. Ugye a szilárd halmazállapot körülbelül szobahőmérsékleten, az anyagok ugye nagy része szilárd halmazállapotú, de vannak folyékony halmazállapotú anyagok is, ilyen például a víz, ugye, szobahőmérsékleten folyékony, légnemű halmazállapotú, ezt is ismerjük itt a levegő, ami körbevesz minket. Plazma halmazállapotról ugye akkor beszélünk, hogyha a gázt alkotó részecskék, azoknak a... Ugye úgy néz ki egy ilyen részecske, hogy van egy atommagja, aminek a fúzióját szeretnénk elérni, és az atommagot körbeveszi elektronburok, töltéssel rendelkeznek, és hogyha az elektronburokból néhány elektront eltávolítunk, akkor ugye egy pozitív és negatív töltéssel rendelkező elegyet kapunk, és ez a plazma. Most ha valaki kérdezni, hogy látott-e már ilyet, akkor természetesen látott. Most itt felnézek ezekre az égőkre, de szerintem ez nem. De egyébként nagyon sok példa van, ugye, itt a Földön is láthatunk ilyet, hát ilyet biztos mindenki látott, villámot, ez egy ilyen tipikus plazma. A sarki fény, hát ezt sajnos kevesebben láthatál, én sem láttam még, tipikus plazma jelenség. A hegesztőt láttunk, talán mindannyian, itt egy ilyen ívlámpának a fény, azért néztem, de szerintem ezek nem azok. Ívlámpának a fény, ebben is plazma van, erdőtűz, hát erről mostában is ugye sok szó esik, a plazma, vagy akár ha felnézünk az égre, szinte bármerre nézünk plazmát, látunk, hiszen minden csillag tökéletes plazma. Itt most pont egy ilyen, nem is tudom mi ez, egy ilyen csillagködnek a fényképe van, mint plazma állapot. Hopp, igen, itt. Csak néhány szót arról, hogy mi a különbség a napban lezajló folyamatok és a között a folyamat között, amit itt a Földön meg akarunk valósítani.
Azt mindenki tudja, hogy a nap borzasztóan nagy. Most nem mondanám meg hány kilométer nagyságú, meg hány millió köbkilométer. Nagyon, nagyon nagy. A nap közepén egyébként a fúzióhoz csak 10 millió fok kell. A 150-hez képest ez egészen baráti, azt kell mondjam. Igazából, hogyha ezt a folyamatot szeretnénk a Földön megvalósítani, ezt viszont egyszerűen meg lehetne csinálni. Ott arról van szó, hogy egyszerűen két proton ütközik, és egy ilyen lánc következtében egyszer fúzionál. Na most ez a folyamat, ennek nagyon-nagyon lassú amennyi idő alatt ez végbe megy. Tehát a nap anyaga körülbelül 10 milliárd év alatt ég el. De valahol ez egy jó hír, hiszen hogyha a nap nem ezt a folyamatot használná, hanem azt, amit mi itt a Földön is használni akarunk, akkor nagyon rövid idő alatt, 1-2 millió év alatt elégetni a nap a saját tömegét. Hát más részecskéket állítana elő benne, és akkor vége lenne a napnak. Nyilván nem lenne idő arra, hogy az emberek kialakuljanak, és arra pláne nem lenne idő, hogy mi itt üljünk és hallgassuk ezt az előadást. Tehát a napban, mert ugye mindig az a szlogán, hogy hozzuk le a napot a Földre. Hát igen, valamilyen értelemben hozzuk le, de valamilyen értelemben nem, hiszen nem ezt a folyamatot akarjuk megvalósítani, ez túlságosan lassú. Hogyha ezt akarnák megvalósítani, akkor ez a folyamat köbméterenként, tehát köbmétert mindenki maga elé tud képzelni, ez kevesebb, mint 1 watt energiát tudna megtermelni. De hát mivel a nap borzasztóan nagy, és hát érezzük is, hogy forró, ha kimegyünk nyáron ahogy a napsütésre, a nap szempontjából ez tökéletesen megfelelő. Köbméterenként kb. 1 watt. Nagyon kevés. Hát egy égő sem menne el akkor erőművel, mint ez a szoba. Ugye, amit meg akarunk valósítani, mint mondtam már, a hidrogénnek két másik izotópjáról van szó, deutérium és a tríciumról. Kis probléma, hogy 150 millió fok szükséges, viszont ez 10 perc alatt eléget egy ilyen reaktornyi. Hát nem a nap azért nem égne el 10 perc alatt, de egy ilyen erőműnyi mennyiségű anyag, az körülbelül ilyen 10 perces nagyságrendben elég, és akkor. Tehát ez megint a biztonsághoz visszatérve, ugye ha belevittettem az anyagot ebbe a fúziós reaktorba, hogy dolgozzon, akkor 10 perc alatt magától is elfogy, ha minden jól megy. Tehát egyszerűen nem lehetséges az, hogy felrobbanjon, vagy valamilyen ilyen borzalmas baleset történhessen. Most azt el lehet képzelni, hogy 150 millió fokos ez a plazma, hát így mutatom, de persze ez túl forró lenne, így ha meg akarnám fogni, és azt el lehet képzelni, hogy 150 millió fokon a részecskék, hát semmi perc alatt mindezt a szalaszét rohangásznának. Tehát egyszerűen nem tartózkodnának egymás közelében elegendő ideig ahhoz, hogy sokszor tudjanak ütközni, ahogy az elején megbeszéltük, ahhoz, hogy néhány fúziós esemény létrejöjjön közöttük. Tehát egyszerűen egy ilyen gáz nem lehet csak úgy előállítani, azt magára hagyni, mert akkor hát itt a másodpercek a milliómod részére gondoljunk, amennyi idő alatt ez kialszik. Akkor, hogyha nem gondoskodunk arról, hogy ez egybe maradjon. Na most az egybemaradásnak ugye különböző trükkjei vannak, hát a nap viszonylag egyszerűen oldja meg, egyszerűen a gravitációs mezeje olyan erős, hogy a napot nem engedi szétszaladni. De ha itt a Földön csinálunk egy ilyet, akkor erről gondoskodni kell. Most ennek kétféle útja van. Ugye az egyik az, hogy vagy ilyen mágneses terekkel, ugye megbeszéltük, hogy a plazma töltött részecskékből áll, és a töltött részecskékre mágneses térrel remekül lehet hatni. Annak idején még voltak ilyen csöves tévék ugye a háztartásokban, és akkor hát ugye fiatal emberként azzal szórakoztam, hogy vettem egy mágnest, és akkor ott ugye a tévé bemondónak az arcára grimaszt varázsoltam ugye a kis mágnesre, mert az elektron nyalában, amit csinálta a képet, az akkor elmozdult, és hát mivel szórakozik egy fizikus palántát ilyenekkel. Tehát mágneses terekkel lehet befolyásolni ugye a töltött részecskéket. És ha ügyesen csinálom a mágneses teret, akkor tudok csinálni, hát mondjuk azt egy ilyen mágneses csapdát, vagy palackot, vagy egy ilyen mágneses térfogatot, ahonnan nem tudnak kiszökni a részecskék, vagy nagyon nehezen szökni. Nyilván kiszöknek a részecskék, de nagyon nehezen tudnak kiszökni, és az idő, ami az a rendelkezésre áll a sok-sok ütközéshez. A másik lehetőség, ez az úgynevezett tehetetlenségi összetartás. Biztos mindenkinek dobnia kellett már ugye
labdát a torna órán, hát tudja, hogy ugye meglendíteni a labdát, hát ahhoz energia kell. Hát ahhoz, hogy megváltoztassuk egy részecskének a mozgásállapotát, ehhez erő kell, és hát ennek megfelelő energia is. Tehát van egy ilyen úgynevezett telhetetlenségi összetartás, egyszerűen, hogyha egy nagyon sűrű, nagyon kompakt anyagot csinálok, az nem fog csak úgy nulla idő alatt szétrepülni, hanem véges idő lesz. Még akkor is, ha ez 10 a mínusz 6-on másodperc, tehát 1 milliómod másodperc alatt szétrepül, ha ezt nagyon sűrűre csináltam, nagyon forróra, akkor még ez az idő is elég, a 1 milliómod másodperc. Hát vannak, akik ugye ebben az irányban ugye kutatnak, itt látszik egy ilyen nem is tudom, egy ilyen kutató, vagy talán mérnök, nem tudom, egy ilyen manipulátor végén van neki egy ilyen kis pici kis kapszulája, ami fel van töltve ezzel a deutérium-tritium keverékkel, és itt látszódnak ilyen nyílások, ezen a nyílásokon keresztül lézernyaláb érkezik ebbe a pici kapszulába, és ez felrobbantja. Hát ilyen kis mikrorobbanás. Meglehetősen nehéz ezt is persze megcsinálni, hogy a pici kis kapszulát hogy kell ezt összenyomni, hogy az egyenletesen működjön. Elsősorban ezek a kutatások kicsit háttérbe szorultak most az energiatermelés szempontjából. Ami most a fősodorban van, ugye a mágneses összetartás. Úgy tűnik, hogy a mágneses összetartás az működni látszik. Hát nem egyszerű, de működni látszik, tehát megfelelő mágneses terekkel, megfelelő forró anyag állítható elő, megfelelő hosszú ideig, amiben megfelelő számú fúziós energiát megtermelhető. Mágneses összetartás, ugye a mágneses tér az, hát nem mindenkinek van valami elképzelése róla, a zsebmágnestől kezdve az a baj a mágneses térre, az borzasztó drága. Tehát most kimegyünk a piacra, biztos itt is van, és akkor megkérdezzük, hogy hát hogy a mágneses tér. És akkor kérdezze a taranyoskám, hát most köbméterre kérdezi, vagy, tehát borzasztóan drága egyébként. És a legdrágább alkat, és alkatrész egy ilyen fúziós erőműben a mágneses tér. Mert köbmétere, az több millió, nem tudom, milliárd, sok millió euróba kerül egy köbméter mágneses tér, és nem is tart örökké. Tehát drága. Ennek van még egy olyan következménye is, és ráadásul a mágneses tér nem is lehet akár mekkora. Egyszerűen ad egy alsó méretkorlátot a berendezésnek a nagyságára. Ugye a mágneses tér, és most úgy képzeljék el, hogy a mágneses térnek is van nyomása. Tehát ha fogom a mágneses teret, most itt van a kezemben, és van összenyomni, egy darabig vissza a könnyű, de utána egyszer nyomása van, ez egy rugalmas dolog a mágneses tér, tudom, furcsán hangzik. Tehát annak is van nyomása. És ha nagyon erős mágneses teret akarok létrehozni nagyon pici térfogatban, annak nagyon nagy a nyomása, az egyszerűen szét akarja feszíteni azokat a tárgyakat, amikkel én össze akarom nyomni ezt a rendszert. És ezért tetszőlegesen kis térfogatban nagyon nagy mágneses teret nem tudok létrehozni, egyszerűen amiatt, hogy a berendezésemnek a mechanikai tűrés határait nagyon hamar meg fogom haladni. Most a mágneses tér növelésével, tehát a fúzió szempontjából jó lenne minél erősebb mágneses tér. Csak hát a mérnökök még ott tartanak, hogy hát akár mekkora teret nem tudok létrehozni, mert mechanikailag nem bírja az anyag. Tehát, és ráadásul a skálázás az nagyon kellemetlen, hiszen nekem növelni kéne a méretet a mágneses térrel egyenesen arányosan, viszont a mechanikai erők az a térnek a négyzetével nőnek. Tehát ha én kétszer akkora teret akarok, akkor ahhoz négyszer akkora mechanikai igénybevétel tartozik. Ugye, ha meg háromszor akar, hát az nyolcszor akkora, és egyszerűen ez egy korlátot szab a berendezésre. Ennek, mivel ez a legdrágább alkatrész, ennek súlyos gazdasági következményei vannak. A másik következmény, hogy a kis mérethez, hogyha én egy olyan fúziós erőművet szeretnék, ami ott a motorháztető alatt dolgok, hát akkor tehát amikor az egész elindult, akkor még azt hitték, hogy már mindenkinek a pincéjében ez a kis fúziós erőmű ott fog szépen dohogni, és akkor ez így működik, de hát ez nem működik. Tehát egyszerűen ezt mechanikailag nem lehet megcsinálni. Ebből az következik, hogy akármilyen kis berendezést nem tudok csinálni, csak valamilyen nagyobbat, egyszerűen a mechanikai feszültségek miatt,
ezért egyszerűen egy ilyen fúziós erőműnek a térfogatára van egy alsó határ, hát egy ilyen praktikus alsó határ van, de jövőben ki tudja, hogy lesz. Most van egy ilyen alsó határ, ami azt jelenti, hogy egy ilyen fúziós erőmű berendezés minimum 1-2 gigawatt termikus teljesítménnyel fog rendelkezni. Hát ez gyakorlatilag ugye egy Paks 2 blokk, igen. Na most ilyenkor kötelező elsütnöm azt a pontot, hogy majd a Paks 8 az majd már egy fúziós erőmű lesz azon a telephelyen, de hát ezt nem lehet tudni. De igazából ezek azért elég nagy blokkok. Tehát egy ilyen pici országban, amit mi vagyunk, relatíve pici, egy ilyen néhány gigawattos blokknak a kiesése vagy kinemesése az elég jelentős. Tehát egyszerűen most ma azt mondanám, hogy az az egyik problémája a fúziós erőműveknek, hogy viszonylag nagyok az energetikai blokkok, és ezért az energiaigény még nem tart azon a szinten, furcsa ezt mondani, nem tart azon a szinten, hogy olyan nagy legyen az igény, hogy ilyen blokkok kellőképpen elosztott hálózatot tudjanak eredményezni. Hogy az egyiknek a kiesése ne okozzon gondot valahol máshol. Mert elég nagy méretű dolgokról van szó. És akkor mondanék pár szót arról, ugye, hogy tehát látszik, hogy persze ez jó dolog lenne, hiszen a fúzió szükséges nyersanyag mindenkinek megvan, ugye nagy energia szabadul fel, ugye sokáig tartana, ugye biztonságos, és akkor mi volt még ott, hogy a környezeti terhelés, igen, tehát a szén-dioxid lábnyom az igazából teljesen elhanyagolható. Mégis miért tettem fel akkor ezt a helyet, azt mondtam volna, hogy ez a Szent Grál, ugye? Azt mondtam, hogy hát most akkor mi lesz ezzel? Hát igen, mert ugye vannak itt persze további szempontok is ezek mellett. Például az, ugye milyen nem lesz egy fúziós erőmű, beszélgessünk most erről. Nem lesz kicsi, ugye az előbb mondta, egyszerűen nem lesz kicsi. Hát ezek hatalmas több emeletnyet. Nem is tudom, de most az ITER, ami épül, az ilyen 60 méter magas épületben van, te lehet képzelni 60 méter magas épületet, amiben millió-millió apró pici alkatrész, és mindenki pontosan a helyén kell lenni, 10 milliméter pontossággal, ez egy nagyon-nagyon komplex berendezés. És ugye, tehát ez ma még nem látszik, hogy ezt, ha erőművi szintre akarjuk skálázni, az elég robosztus lesz-e. De hát ezzel elvileg semmi baj nincsen, hiszen mondjuk a technológia az fejlődhet, tehát elképzelhető, hogy a ma nagyon bonyolult megoldások később egyszerűbbek lesznek, de hát ez ma még nem látszik. Tehát itt van egy kérdője, hogy ez nem lesz kicsi, és nem lesz egyszerű. Ez szinte biztos. Annak ellenére ezek is ilyen kedvenc képeim, hogy időnként felröppennek a sajtóban, ugye, itt az abszolút Szent Grál, ugye hívők, hírek, hogy hát azt meg lehetett csinálni, kész, megcsináltuk. Az ilyen klasszikus példa egyébként, és furcsa módon ez az 51-ben Ronald Richter, egyébként egy osztrák tudós volt, kivándorolt Argentínába, és ott rávette Peront, hogy finanszírozza a kísérleteit, és hát úgy látszik, nem volt elveszett fickó, mert ezen a szép szigeten építetett magának egy kutatóintézetet, ahol persze senkit nem engedett be a legközelebbi munkatársain kívül, és az lett a vége, hogy telekültötte a világot, hogy ő megoldotta a fúziót, és akkor egyszerűen ez itt megoldódott. És még maga Peron elnök, ugye egy hatalmas sajtótájékoztatót hívott össze, hát ugye ő mindenképp szeretett volna az oroszokkal, és a szovjetekkel és az amerikaiakkal egy pályán foszizni, és ezért ez úgy gondolta, hogy ha ezt bedobja, akkor hát teljes lefagyás volt egyébként a szovjeteknél is, meg a, ugye nem is tudom, a hidrogénbomba környékén járunk körülbelül, amikor ugye, tehát 51-ben, és akkor Argentínában valaki egy ilyen kis szigeten azt mondta, hogy kész, ezt megoldottuk, és akkor kiderült, hogy az egész egy hatalmas kamu. Hát el lehet képzelni, ugye, Peronnak a reakcióját, hogy ez nem volt igaz. Hát nem olyan régen ez a hidegfúziós ötlet merült fel, hát elnézést, aki úgy gondolja, hogy ez működik, én úgy gondolom, hogy nem működik, hogy egy ilyen, tessék, itt van. Tehát egy ekkora méretben csak két elektródát kell beledugni, és
és mit a feszültséget kapcsolni rá, és akkor egyszerűen itt ez működik minden. Hát erről is kiderült, hogy vagy mérési hiba, vagy nem tudjuk. Hát amikor, szóval, hát én azt tudom, nem vagyok még annyira öreg, bár nem is vagyok már fiatal, tehát azt tudom, hogy amikor az ember eljut a pályának egy bizonyos pontjára, és akkor visszanéz, és akkor kicsit elégedetlenül néz vissza, akkor szeretne még valami nagyot dobni. És jellemzően ilyenkor jönnek elő az ilyen dolgok, hogy hát egy-két mérési pontot az ember figyelmen kívül hagy. Ez pár éve volt egyébként ez a hidegfúziós dolog, tehát nem kell messzire menni, Észak-Korea szinte itt a minden évben menetrendszerűen bejelenti, hogy egyszerűen megoldott a nukleáris fúziót, nem gond, semmi, birtokában vannak. Hát itt van egy ilyen érdekes kép, ez is nem nevezem meg, melyik sajtóban egyébként nem is tudom, hogy Mini Einstein olyan tud a garázsban, amit a tudósokról, csak ám, vagy mi is van ott, tudósok is csak kísérleteznek. Hát persze kísérleteznek a tudósok is. Hát ez egy mekkora kamu, na mindegy. Szóval tehát a sajtó tele van ilyenekkel. Ez egyébként persze, ez az AliExpress-en megvető minden alkatrész, a kapcsolási rajz is össze kell rakni, itt valami LED lámpa időnként világít, de hát, hogy ennek miköze van a fúziót, máj napig nem sikerült rájönni, de úgy látszik, hogy a cikk írója az úgy gondolta, hogy ez így jó lesz. Igen, ez egy nagyon fontos dolog, ugye, tehát a környezeti terheléssel kapcsolatban, hogy a fúziós erőmű mégiscsak egy nukleáris ipar. De ez szerintem alapvetően nem baj. Én úgy gondolom, hogy és ezt elmondtam ott a videóban is, hogy a jelenlegi szénerőművek sokkal több radioaktivitást termelnek, mint egyáltalán hasadásos erőműve egyszerűen. Meddőhányok kilométerei jönnek létre, erősen radioaktívak. Talán idősebbek emlékeznek rá, hogy Magyarországon valakinek eszébe jutott, hogy hát ott miért kell ezeket a meddőhányokat parlagon fekve hagyni, hát építsünk belőlük házakat. És akkor néhány házat ezekből felépítettek, és akkor 20-30 évben jöttek rá, hogy hát ezek sugároznak erősen. És akkor mi legyen azokkal a házakkal? Hát szóval ez probléma. Tehát nem lesz radioaktivitás mentes a fúzió. Hát a jó hír az, hogy maga az üzemanyag nem radioaktív, hát ami bemegy a trécium, az radioaktív, de 12 év a felezési ideje nem okoz problémát. A szerkezeti elemek, amik értem alatt a mágnest, meg ez az egész edény, amiben ez benne van, hát ők ugye azért radioaktívvá válnak, viszont megfelelő ötvözetekkel elérhető az, hogy körülbelül 100 év alatt teljesen újrahasznosítható állapotba kerüljenek. Tehát mondjuk egy fúziós erőművet bezárnak, 100 év múlva oda lehet menni. 100 év azért nem olyan sokám, az egy emberi élete. Tehát 100 év alatt oda lehet menni, szétszedni, újra beolvasztani, újra csinálni 100 év alatt. Teljesen baráti. Itt egyébként van ilyen összehasonlítás is, hogy nem látom teljesen jól, de igen, hogy ugye a kék az egy ilyen hagyományos, könnyűvizes, hasadásos erőműnek hogy csökken időben a radioaktivitás. Ez persze egy logaritmikus skála, tehát itt minden pötty tízszerese. 10, 100, 1000 és 10 000 év. Hát és ez a fekete vonal, ez a szénerőművek után visszamaradó meddőhányonnak a radioaktivitása. Tehát még arra szinte sem csökken le egy ilyen hagyományos, ugye hasadásos erőműnek a radioaktivitás 10 000 év alatt. Na most, ha nagy szerencsénk van, itt ez a zöld, ez valamilyen vanádium, igen, ötvözet, ugye látszik, hogy gyakorlatilag akár 10 év után is lecsökkenhet a radioaktivitás arra a szintre. Egyszerűen olyan ötvöző anyagokat veszek az acélba, ami nem aktiválódik fel a neutronsugárzás hatására. Ez a piros, ez most is rendelkezésünkre áll már ez az anyag, igen. Azért mondtam a 100 évet, mert a piros anyag már most is megvan, tehát 100 év alatt ilyen teljesen emberi szintre, hogy csökkenne a radioaktivitás a szerkezeti elemekben, ha pedig ilyen, ami manapság intenzíven kutatják ezeket a szilícium-karbid alapú nagyon szilárd elemeket, akkor azoknak egyszer eleve nem aktiválódnak fel. Vagy alig. Tehát egyszerűen a anyagtudományi fejlesztésekkel olyan nukleáris környezetet lehet létre, a fúzióban persze, mert az speciális a neutronenergia, olyan anyagokat lehet létrehozni, amiknek a radioaktivitása nem tart sokáig.
Hát igen, nem lesz hamar. Tehát én tudom, mindig megkérdezik, hogy már akkor is azt mondták, hogy 50 év, igen, ezt ismerem, igen. Hát most nem tudom, hogy aki annak idején először kezdte ezt kamuzni, hogy akkor mit tudom én, a 73-ban már a Cadillac, nem tudom melyik típusában már a motorháztető alatt ott fog dohogni egy ilyen fúziós erőmű, hát lehet, hogy ettől többet el tudott adni, de hát nyilván nem volt igaza. Most a biztató jel azért nem lesz hamar, de a biztató jel az, ez is egy ilyen kedvenc ábrám, hogy a piros ábra az úgynevezett Moore törvénynek megfelelő, talán ismerik azt, hogy a esőnyi területre integrált nyomtatott áramkörök száma hogy változik az idők során, és az egy ilyen exponenciális görbét követ, itt az évszám van a viszítes tengelyen, a függőleges tengelyen, hát valamilyen tetszőleges egységekben, hogy hány tranzisztort tudnak egy négyzetmilliméterre integrálni, hát borzasztóan sokat ma már, és ez egyszerűen minden évben, vagy két évente duplázódik, vagy már nem tudnám megmondani, le kéne olvasni. És ha megnézzük a fúziós berendezéseknek azt a tempóját, ahogy a fúziós körülményekhez minél közelebb és közelebb kerülnek, látszik, hogy a két görbe az nagyon közel azonos meredekséggel fut, tehát egy ilyen Moore törvényszerű tempóban növekszik a fúziós berendezéseknek a jósága is. A energiatermelő terület az valahol itt van, hát itt kicsit látszik, hogy itt volt egy kis megtorpanás, talán látszik, ugye, hogy itt szépen ment fölfelé az ágazat, és akkor itt hirtelen több berendezés is épült, amik közel hasonló paramétereket tudtak, hiányzott valami áttörés. És akkor hát nem véletlenül itt el tudnám mondani, mi volt, de mindegy. Tehát itt történt egy felfedezés a rendszerben, ami hirtelen megugrasztotta a fejlődést. Tehát látszik, hogy itt 85-től egészen mondjuk a 2000-es évekig ugye töretlen volt a fejlődés, és itt megint van egy kis megtorpanás. Itt új berendezések jönnek létre, de kicsit úgy folyik a tapogatózás. Na most ugye az ITER lesz egy következő ugrás, itt valahol, oda is van írva, az ITER valahol itt lesz már, ha elkészül, és akkor az lesz az a következő ugrás, amit megtörtént remélhetőleg. Ugye az ITER még nincs kész, hát nem állíthatóbb 100%-kal, hogy be fogja váltani a hozzáfűzött, de én azt gondolom, hogy igen, de a nyakamat most nem tenném rá, hiszen nincs kész, hát ezért tudós az ember, hogy arra teszi rá a nyakát, ami már elmúlt, arra, ami a jövőben van, arra nem teszi rá a nyakát. Igen, nem lesz olcsó. Ugye az ár kérdéséről, ugye arról beszélgettünk ugye kezdetben, hogy szeretnék, ha olcsó lenne, de én azt mondom, hogy nem lesz olcsó. Kicsit. Ez egy nagyon kedvenc ábrám, ez is, én nagyon sok ábrát szeretek. Az látható rajta, itt a viszintes tengelyen ilyen millió, tízmillió, százmillió, stb. Billió dollárok vannak. Az időt persze pénzben lett, tehát az időpénz mindenki tudja, tehát itt egy-egy ilyen osztás, az ilyen, ez is logaritmikus skála, mindig meg tízszereződik a pénz mennyisége, és ez valójában az idő. A függőleges tengelyen úgynevezett piacosodást azt rajzolta fel, és nagyon érdekes, hogy egy új technológiának a piacosodása az most, mit jelent egy új technológia? Például mondjuk a napelemeknek a térnyerése. De ilyen új technológia valószínűleg a gőzgép is. Csak valószínűleg a gőzgépre senki nem nézte meg ezt az ábrát. Nagyon érdekes, hogy ilyen S-görbe alakban történik egy ilyen új technológiának a kifejlesztése. Egyszerűen mennyi pénzt kell belefektetni ahhoz, hogy ez egyre jobban iparilag hasznosítható, piacképes termékké váljon. És ugye minden ilyen új felfedezés, hát valószínűleg annak idején James Watt is így gondolkodott, ott elkezdett a, nem tudom, a fészerben valamit bütykölgetni, tehát ilyen nagyon minimális költségvetéssel, ilyen, ma azt mondanák, hogy csinált egy ilyen K+F projektet, és akkor látta, hogy ez átlít, mintha működne, és akkor tudta demonstrálni is, hogy ez működik. Most itt az a kispénzű részen állami pályázatokat írtam fel, tehát nagyon fontos, hogy ebben a tartományban állami pályázatokkal, most Watt idejében lehet, hogy a földes úr volt, aki adott neki pénzt, vagy valamilyen másik mecénás, tehát egyszerűen külső pénzforrásokra van szükség, hogy a őrült vagy kevésbé őrült ilyen felfedező kutatók módszeresen valami újat elindítsanak, és ha elindultunk ezen az S-görbén, akkor itt például magánbefektetők elkezdenek érdeklődni. Hát most gondoljunk itt a Bill Gates-re, vagy az Amazon, meg a Google-nek az ilyen szponzorációs programjaira.
és akkor hirtelen elkezd fejlődni a technológia. Most Watt esetében nem tudom ez hogy volt, de mondjuk a napelemek esetében gondolom, hogy itt ugye az állam egyszerűen elkezdte ezt finanszírozni, és akkor mikor az ipar elkezdte észrevenni, hogy ez érdekes, akkor hirtelen nagy lott lódult, akkor itt megjelennek kockázati befektetők, akkor még tovább megy. Az biztos, hogy az igazi befektetőket, intézményi befektetőket az alacsony kockázat és a magas megtérülés érdekli. Hát világos. A pénz beszél. De érdekes módon mondom, egy ilyen esgőrbén megy a technológia fejlődése. Most ha a fúzióra gondolunk, hát a fúzióra az elmúlt, nem is tudom, ugye az 50-es évek óta, vagy a 40-es, talán a második világháború után indult ez az egész, mondjuk egy ilyen, itt valahol itt a 100 millió dollár körül vagyunk, és érdekes módon meg is jelentek a magánbefektetők, hát nem ide-haza, de mondom Bill Gates, meg a Google, Amazon, tehát Amerikában vannak magánbefektetők által finanszírozott fúziós programok. Hát nálunk sajnos nincsen. Tehát megindult a magánbefektető, tehát körülbelül itt tart valahol a fúzió. Akkor most el lehet gondolni, hogy akkor még körülbelül most itt a 100 millió dollárnál tartunk, mire ebből milliárd dollár lesz, hogy ebből igazi technológia, piaci technológia legyen, még némi időre és némi pénzre szükség van. Tehát egyszerűen ki lehet számolni, milyen tempóban folyik a pénz az ágazatba, és akkor lehet nézni, hogy hogy vászolog előre a technológia ezen az S-görbén. Ez teljes tudomány egyébként. Szóval nem lesz mostanában, és én szerintem mire ebből tényleg valami lesz, nem lesz olcsó. Na most nagyon érdekes tanulmányok jelennek meg mostanában, hogy mennyibe fog kerülni a fúziós áram. Összehasonlítva a többi ugye energiaforrásra épülő áramtermelési lehetőséggel. Hát az ITER utáni már tényleg energiatermelésre képes erőműnek a neve DEMO, az európai DEMO, az Európa meg fogja építeni, és látszik, hogyha minimum, maximum, az átlag értékeket nézzük különböző, ugye földgáz, napelem, szén, a szárazföldi szélforrások, vagy a tengeri szélerőműveknek az ára, az kicsit drágább. Itt látszik ugye a fisszió. Hát a fúzió látszik, hogy messze a legdrágább lesz. Itt dollár per kilovattóra, per elektromos kilovattóra, nem. Ez teljesítményben van, bocsánat, tehát elektromos teljesítmény kilovattja. Hát az látszik, hogy messze a legdrágább lesz. Tehát a fúziós áram nem lesz olcsó önmagában, az biztos. Na most az a szerencse, illetve hát nem is tudom, ugye vannak úgynevezett külső költségek. Hát amikor egy technológiáról beszélünk, főleg az áramtermelés esetében, vannak úgynevezett külső költségek. Hát mik tartoznak ide? Ez is szinte szabványosítva van, hogy mik tartoznak a külső költségek közé. Például kvantifikálhatóak az egészségügyi hatások. Hányan lesznek betegek, meghalnak, nem halnak ennek következtében, akkor környezeti hatások, klímaváltozás, hát ez is mind forintosítható. Szennyezés, ugye, ha azt mondom, hogy egy technológiának a hatására megnő a betegségek száma, akkor az kiesik ugye a gazdaságból, tehát ezek mind számtanilag kiszámíthatóak, és ez nem kamu, tehát látszik, nyilván, hogy a szénerőművek esetében az úgynevezett külső költségek, tehát sokan lesznek viszonylag betegek, a por, ahogy száll a levegőben, a klímaváltozás, nem kell mondani, sok széndioxid, egyéb szennyezések, stb. Nem soroltam fel mindent. Tehát a szén, más, annak ellenére, hogy a szén viszonylag olcsó áramot ad elsődlegesen, ugye, például ugye, a harmada a szén áram ára, ugye, a fúziós áram árának, de a külső költségek, azok lényegesen drágábbak a szén esetében. Földgáz, fisszió egyébként, viszonylag baráti egyébként a külső, hát a szélerőművek, mondjuk a madarak biztos más mondanak, de mondjuk a szélerőművek elég környezetbarátak. Hát a fúziónak egyébként alig van környezeti terhelése. És akkor összességében, ha minden költséget összelapátolunk, akkor van egy ilyen szép ábra ugye a fúziós áram áráról, és akkor az látszik, hogy hát nem olcsó, de igazából a spektrumnak az alacsony szélén helyezkedik el. Érdekes mondani, egyébként maga a fisziós áram sem túl drága az összes környezeti hatással együtt. Tehát én értem, hogy időnként elpukkan egy-egy erőmű, meg tényleg ez tényleg probléma, meg minden, de most abba gondoljunk bele, hogy évtizedeken keresztül millió ember élvezte az előnyeit. Igen, néha történik egyéb, nem akarom egyébként bagatelizálni,
de amikor össztársadalmi szinten beszélünk egy technológiának a kockázatairól, akkor sajnos ezt tényleg számszerűsíteni kell, hogy hányan érezték magukat jól és boldognak, és hát igen, mindennek ára van, hát mindennek ára van a Földön, mindennek. Igen? Ezért a fúziós erőmű hát nem lesz olcsó, ugye? Hát olcsóbb lesz talán, mint a többi. És én nem gondolom, hogy talán a filmben is azt mondtam, hogy szerintem a fúziós erőmű inkább a fissziós erőművekkel fog vetélkedni. Egyszerűen a megújuló, meg a nem megújulókat szerintem felejtsük el tényleg nem sokára, tényleg muszáj lenne őket elfelejteni. Hát a megújulók, ugye a napelem, meg a szélerőművek, igen, ez fontos, klassz, nagyon jó, tényleg csinálni is kell, de 100%-ban szerintem nem lehet megújuló forrásokra építeni egyszerűen. Már mindjárt vissza is térünk rá, hogy miért. Hát még itt van egy ilyen szerintem sokkoló ábra, ugye nagyon drága a mágneses tér, beszéltünk róla, de olyan drága, hogyha egy vállalat ebbe elkezd befektetni, tehát amikor eldönti ma, hogy akkor építünk egy fúziós erőművet, annyi sok milliárdot kell befektetni, ez a sárga görbe, ugye diszkontált cash flow, ugye azt jelenti, hogy befektettem ma egy forintot, és akkor nekem befektetésként jelenik meg az elmaradt haszon is, amit a következő években azon a befektetett forintomon nem tudtam realizálni. Márpedig ugye itt, ha elkezd építeni az erőművet, akkor 20 év múlva kezd az erőmű áramot termelni, ez a pirosat, addig a piros ugye be kellett fektetni, itt megy nulla fölé a cash flow, tehát itt kezd ugye nekem pénzt termelni az egész, de 20 évig egy árva fittingen nincs az egészből, akkor ugye elkezd jönni a bevétel, de a diszkontálás miatt a profitomhoz csak 30-35 év múlva jutok hozzá. Hát ezt nem tudom. Ma tényleg nem tudom, hogy van-e olyan vállalat, aki azt mondja, hogy nem gond, ebbe befektettünk, 35 év múlva számoljuk ki, és akkor majd akkor kezdek a pénzemnél lenni. Hát szerintem ma ilyen vállalat nincsen. Tehát ezt a filmben is mondtam, megkérdezik, miért nincs fúziós erőmű? Hát, mert igazából nincs rá szükség, ezt mondtam a filmben. Hát igen, ilyen áron, hát tényleg ilyen áron biztos nincs rá szükség. De ha olcsóbb lesz, akkor lesz rá szükség. Na viszont egy biztos, higgyék el nekem, hogy milyen nem lesz a fúziós erőmű, hát nem lesz nélkülözhető. Ez a Schluss poén. Egyszerűen azért, mert ugye szeretünk a megújulókról beszélni, igen ám, de ugye a Németország egyszerűen vagyonokat tolt bele ugye a megújuló erőművi ugye kapacitásokba, aminek az lett a következménye, hogy egy-egy napon, amikor úgy tisztességesen fúj a szél az északi tengernél, meg süt a nap, meg minden, akkor egyszerűen negatív áron veszi át az erőmű az áramot. A kutyának nem kell. Egyszerűen nem kell időnként annyi áram, amennyi van, este meg nem tudnak mit csinálni. Kell valahonnan. Na most persze mindenféle szupertárolók, szuper osztott európai hálózat, meg minden, tehát ezt meg lehet nézni, hogy egyszerűen annak a komplexitása, hogy ilyen európai nagyságrendben elektromos energiát tároljunk. Hát ennek a komplexitása, a költségei, hát nagyságrendekkel haladják meg ennek az egész fúziós technológiának a kifejlesztéséhez szükséges költséget, meg mindent. Tehát most talán oda konvergál a dolog, hogy a megújuló energiaforrások aránya egy olyan 50-60%-os az egész energiamixben. 50-60%-ban járuljanak hozzá a megújulók, és a maradékot, hát azt muszáj ilyen alaperőművekkel kell elvitetni. Tehát ilyen tipikus alaperőmű, csak az ott, ami éjjel-nappal megy és dolgozik, és nem kell kibekapcsolni, hát ilyenek a fissziós erőművek, a szénerőművek egy részét így használják, és a fúziós erőmű alaperőmű lesz. Így megy szépen reggel, este, amikor kell, és akkor kipótolja azt a hiányzó részt. Tehát egyszerűen nyilván a negatívban nem lehet az áram ára, nincs az az energiaszolgáltató, amelyik még ő fizessen azért, hogy átveszik tőle az áramot. Hát akkor szerintem körülbelül itt a vége, és köszönöm a figyelmet, illetve várom a kérdéseket. Köszönjük szépen, Gábor, tartsak, köszönjük meg a Van lehetőség néhány kérdésre, mielőtt belemerülünk a hallgatóság kérdéseibe.
ha egy fizikus hallgató, aki mondjuk elkezdte a BSC tanulmányait, meghallgatta a mai előadásodat, és odalépne hozzád, és megkérdezné, hogy láttuk az előnyöket, láttuk a hátrányokat, de nekem, mint fizikus hallgatónak miért érdemes a fúzióval foglalkozni az elkövetkezendő 10-20-30-40 évben, akkor mit mondanál neki? Azt tudnám mondani neki, hogy ugye fizikusként furcsa példány a fizikus egyébként szerintem, mindegy, én az vagyok. Tehát elsősorban az érdekelje, a folyamat érdekelje, tényleg a kutatás, tehát ne az eredmény érdekelje olyan értelemben, hogy én nagyon sokat dolgozom mérnökökkel, és tudom, hogy a mérnököket inkább az eredmény érdekli. Tehát szeretné látni a keze munkáját. Ők kevésbé motiváltak, amiatt ha azt mondják neki, hogy majd 30 év múlva. Hát, nagyon sok ilyen konkrét példa van ugye a tudományban, amikor mondjuk Fermi megjósolta a neutrinók létezését, és akkor fogadott egy láda pezsgővel, már nem emlékszem, melyik szintén hasonló nagy nevű kollégájával, hogy Fermi azt mondja, hogy ezt soha nem fogjátok tudni kimutatni, hogy neutrinó létezik. És akkor aztán 25 év múlva került arra sor, még szerencsére mindketten éltek, tehát a láda pezsgőt meg lehetett adni. Tehát körülbelül ilyen nagyságrendben kell gondolkozni, hogy 35 év, igen, most dolgozom benne, azért dolgozom benne, mert nagyon érdekes probléma, komplex, kihívásokkal teli, foglalkozom veled, de nem azért, mert olyan áramot szeretnék, ami ez konnektorból jön ki. Ezt tudom mondani mindenkinek, ezt is szoktam mindenkinek mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes terület. Bőven van lehetőség egyébként akár nagyobb dobásokra is, hiszen egyáltalán nem biztos, hogy ez lesz a jövő, olyan értelemben, hogy tényleg a hosszabb távon ez lesz a jövő. No, vannak alternatív ötletek is vannak, amiket az Egyesült Államokban ugye kipróbálnak. Tehát ötletet, egy igazán nagy, valamilyen gyökeres ötlet kell. Ugye mindig azt szokták mondani a tudományban, hogy minden öreg meg van győződve arról, hogy valami lehetetlen, még jön egy fiatal, aki erről nem hallott, és akkor megvalósítja. Tehát igen, jöjjön ő is, majd lehet, hogy nem mondom el neki, hogy mit, miért nem lehet megcsinálni, és akkor majd lehet, hogy akkor ő meg fogja tudni valósítani. Köszönöm szépen. Van esetleg kérdés a hallgatóság soraiban? Tessék. Az egyik kérdésem egészen elméleti. Először én most ismertem meg ezt a kört és az archívumot, és ott éppen azt hallgattam meg, amelyik egy olyan tudósnak a életportréja, akinek nem teszem a neve, életével kezdődik, és László Csabának hívják. Na mindegy, elmondja a végén, hogy találkozott a római klub egyik munkatársával, aki barátoknak oda, mert itt volt a KFK laborban, aki azt mondta, hogy ha a napsugárzásának megmondta, hogy hány, akár ezer részét hőt termelünk a Földön, akkor ahhoz, hogy az ehhez szükséges új egyensúly állapot előálljon a napsugárzásban, egy esetleg 2 fokkal is emelkedni fog a hőmérséklet. Na most, ha azt mondjuk, hogy nincs többé semmi más fosszilis és stb. Nem csinálunk meleget, de az összes meleget a fúziósok fogják csinálni, hiszen minden, ami eddig mások termeltek, neki kell előállítania. Tehát egyszer keletkezik meleg ott a reaktor térben, egyszer pedig, amikor diszipálódik akár ilyen-olyan vagy olyan formában az energia. Ezzel a kérdéssel senki, de senki nem foglalkozik. Ez egy vicc? Vagy olyan tényleg? Hát most... Az egyik kérdésem, ne, igen. Volna más is, de nem akarunk esetleg erre gondolni az időt. Napokban egy rádióhírt hallottam, hogy a nanotechnológia, a Kronosberg és társai és a lézer sugárzás segítségével ezt a fúziót mintha megcsinálták volna. Mi igaz ebből a hírből, és mekkora jelentőség van? És engedjen meg még akkor a kérdést, hogy miután vagy 5 vagy 6 féle megoldás megy párhuzamosnak, nem azért van-e, hogy nem úgy csöpög a pénz az iperbe, ahogy az jó volna ahhoz, hogy végre megszülessen a demon megelőző kísérleti eredmény, mert ezekre ugyanúgy költenek a befektetők, hát az lesz előkész, hát az ennyi. Hát akkor kezdjük a legutolsóval. Hát én úgy gondolom, hogy ha mi a magánbefektetők, tehát itt nagyon fontos arra gondolni, hogy amikor egy ilyen tényleg széles kutatás indul, akkor ennek a kutatási kultúrája, ez rettenetesen fontos. Tehát rendben van, hogy egyébként
szerintem nem igaz, hogy az ITER-ben nem folyik kellő tempóban a pénz. Úgy gondolom, hogy kellő tempóban folyik, tehát ezzel nem lesz gond. És az, hogy most alternatív dolgokra is költenek, én ennek örülök. Most lehet, hogy pont az a pénz majd hiányzik ott, de egyszerűen egy olyan kultúra alakul ki, kutatási kultúra, nukleáris kultúra, ennek az egésznek a... Hát ennek minden zegzugát be kell járni. Hát most el lehet gondolni, hogy amikor először a Wright-fivérek ugye repültek 50 métert, ahhoz képest, tehát hogy odáig eljutott ez az egész dolog, hány zsák utcát jártak be az emberek, ott mindenki látta, hogy a madár hogy néz ki, de mégis próbálkoztak ezzel, ez nem megy pocsékba, ez nagyon fontos. Tehát fontos az ott kitermelt szakértelem, a szaktudás, ami majd lehet, hogy máshol, ez egy olyan komplex hangyaboly, ez a kutatás, meg az a kutatói társadalom, hogy nem lehet rábökni, szerintem sosem lehet rábökni, és azt mondani, hogy az a Szent Grál, visszatérve ide, de azt sem lehet mondani, hogy az a zsákutca. Tehát nem lehet soha tudni, hogy igazából miből pattan ki adott esetben a megoldás. Persze vannak fősodrok, én ezt inkább úgy fogalmaznám meg, hogy az igazság is egy olyan dolog, hogy valami nem igaz vagy hamis, hanem valami igazabb és hamisabb. Tehát azt gondolom, hogy mondjuk ez az, amiről beszéltünk itt, ez a mágneses dolog, ez úgy gondolom, hogy igazabb, mint esetleg más megoldások. Tehát nagyobb az esélye, hogy ez valóban elvezet, mint az, hogy valamilyen más dolgot esetleg. De az sincs fölösleges, nem fölösleges azután menni, mert mondom, a szakértelem az itt marad ebben a közösségben is. Ez nagyon fontos, és ez megéri akár azokat a dollár százmilliókat is, amiket belenyomnak alternatív szempontból. Hát most nem tudom, a Krón Norberttel kapcsolatban kicsit kellemetlen helyzetben vagyok, mert a kollégám, és hát igen, próbálok politikailag, főleg, hogy ugye a felvétel kész a dologról. Hát mondjuk úgy, hogy tehát az, hogy megvalósult, ez így biztos nem igaz. Neki van egy ötlete, amit valószínűleg nekem is ki kell próbálni, mert egyszerűen hát mindegy, igen. De én úgy gondolom, hogy talán vannak igazabb alternatívák. Hát nem nehéz fogalmazni, mert Krón Norbert tényleg egy nagyon nagy tekintély a szakmában, de úgy... Hogy? Ellenőrizni kell még. Hát nem az, hogy ellenőrizni, meg kéne valósítani, de én úgy gondolom, hogy ott vannak problémák. Vannak problémák az ő elképzelésében, de ez még nem jelenti azt, hogy ne lenne hasznos végigjárni azt az utat. Ezt viszont komolyan gondolom. Tehát elképzelhető, hogy nem vezet sehová, elképzelhető, hogy vezet valahová, de ahová vezet, az teljesen más, mint amit ma gondolunk, hogy vezetni fog. Tehát ezért azt meg kéne próbálni. És az a hőmérsékletemelkedés. A hőmérsékletemelkedés. Igen. Ezt valóban nem vizsgálták, de abszolút igaza van, hát ha itt termeljük az energiát, abból meleg lesz. Ez biztosan így van, de hát erre sajnos azt kell mondanom, hogy hát mindennek ára van, igen. Hát ha szeretnénk világítani, meg szeretnénk, hogy a nyáron hideg legyen, hát annak ára van az, hogy télen is melegebb van. Tehát így a globális felmelegedés, most ugye a legnagyobb ellensége a bolygónak az ember. Tehát persze én tudom, én is elzárom a csapot, amikor mosom a fogamat, meg próbálom a papír, a szaloncukornak a papír részét külön gyűjteni, mint a másik, de valójában a mi puszta létünk ezen a földön az egyenlő borzasztó környezetszennyezéssel. Tehát egyszerűen az, hogy mi létezünk, és szeretnénk villamos áramot használni, ez be van drótozva, hogy akkor meleg lesz, klímaváltozás és mindenféle rossz. Ennek az időskálája kérdéses. Hát most ezek a sci-fi-kben vannak, hogy leárnyékoljuk az egész földet, hát oké, akkor van energia, de is akkor napfény, hát az akkor meg nincsen. Tehát egyszerűen, de ezek már olyan filozofikus mélységű problémák, de azt gondolom, hogy igen, aki fűteni akar, az akkor sajnos egyetért azzal, hogy elolvadnak a jégsapkák. Például. Köszönjük szépen, van esetleg további kérdés? Igen, tessék. Égés termék ebben az esetben, tehát a reakció végén létrejövő termék. Az egyik ábráján megjelent ez,
ővel mit fogunk kezdeni? Azt nem értek, hogy a kérdés. Persze, hát, hogy ne. Minden erőm, hogy ne. Igen. Tehát ő két izotóp, ugye? Ő benne van a sima vízben, igen. Őt egyébként valahogy elő kell állítani. Ő az egyik végtermék, a hélium. Hát most viccesen azt mondanám, hogy lufikban elhasználjuk. Tehát ugye a Földön a hélium készlet elég véges, és tényleg iszonyú pazarlás, hogy lufikat fújjunk fel vele, és elengedjük a ballagáskor, hogy a Tehát vannak olyan pazarló lépések az emberiség történetében, hogy egyszerűen elképzelhetetlen. Tehát ugye a hélium egyszer fölment a stratoszférába, onnan soha nem jön le. Onnan, de hélium, tehát ez a végtermék. A neutron, hát ő pedig befogódik a környezeti, egyszerűen azokban a szerkezeti elemekben, és ott van. A neutron maga egyébként, ez egy szabad neutron, maga a neutron elbomlik, adott idő alatt, rövid idő alatt, 12 perc a felezés ideje, szabad neutronnak. Amennyiben nincs több kérdés, arról még egy-két mondatot beszéljünk, hogy a Wigner kutatói miben tudnak hozzájárulni, melyek azok a területek, amelyek most aktívan érdekelnek titeket. A Wigner kutatói úgy alakult, hogy ugye van ez a nagyon forró plazma, talán nem mindegy, igen. Tehát van ez a nagyon forró plazma, talán ezen az is van. Van ez a nagyon forró plazma, itt éppen kékben világít, és ennek a plazmának a megfigyelésével foglalkozunk. Tehát optikailag, tehát fényképező eszközökkel, vagy ilyen optikai módon, vagy nyalábokat juttatunk be, és akkor nyalában ott történik valami, és fénybocsát ki, amit megfigyelünk. Tehát plazmadiagnosztikai eszközök fejlesztésében vagyunk benne, és azokat használjuk szerte a világban, különböző berendezéseken. Ezeket legtöbbször mi fejlesztjük ki, van olyan ilyen részegység, amit gyakorlatilag mi gyártunk, úgymond, nagyon sok helyre. Persze az eredmények értelmezésében is részt veszünk, tehát plazmadiagnosztikai. Tehát az, hogy nálunk ilyen berendezés épüljön, az természetesen reménytelen. Tehát benne vagyunk mindenféle nemzetközi együttműködésekben, és ennél kényelmesebb nincsen, mert akkor hát igazából az eredmény, hát az eredmény az közös, a befektetés pedig hát minden ország a maga teljesítő képességének arányában. Tehát ilyen értelemben fair, hogy mindenki annyival járul hozzá, amennyivel tud, de az eredmény az közös. Tehát ezért fontos, hogy mindig benne legyen az ország, mert akkor az eredményből is részesül. Legyen az a végszó mára. Én egy kis ajándékkal is szeretném megköszönni Veres Gábornak, hogy eljött hozzánk, és én úgy gondolom, hogy ha ma este majd az Indexen újra ebben a témában olvasunk, akkor már egy kicsit bővebb háttérismeretekkel rendelkezünk. Egyben szeretnék köszönetet mondani Dovicsin Péntek Csillának, a sorozat szerkesztőjének, hogy egy remek, izgalmas előadást hozott el erre az alkalomra. A tervek szerint legközelebb Wigner Caféval október 30-án, szintén egy szerdai napon találkozhatnak itt nálunk, és akiket pedig más téma is érdekel, a legközelebbi ismeretterjesztő előadás itt a Richter Laborban, illetve a Galileo Webcast jóvoltában az interneten jövő szerdán, október 2-án lesz. A Csopa Traffic Indóház sorozatunkban a repülőterek működéséről hallunk, majd vendégünk Ormándi Zoltán lesz, aki a Budapest Airport ZRT repülőtér forgalmi vezetője erre az alkalomra, és szeretettel várunk mindenkit. Nagyjából még 45 percig nyitva van a Csodák palotája, úgyhogy egy-két interaktív eszközt még fel lehet fedezni. Ha a mágnesekkel kapcsolatban szeretnénk feleleveníteni az ismereteinket, akkor az első emeleten a mágneses mezőt mindenképpen érdemes felkeresni. További szép estét, köszönjük, hogy velünk voltak.